Köszöntöm nézőinket, Önök a Kaposmenti magazint látják. A LEADER pályázatok aktuális helyzete és a segítőkéz alapszolgáltató intézmény tavalyi éves beszámolója is napirenden voltak. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács idei első ülésén. Pintér Szilárd, a társulás elnöke kiemelte, a tavalyi évet sikerrel zárták, a közös célok elérésének szellemében folytatják a munkát 2019-ben is. Attalán tartotta meg a Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulási Tanács rendes éves első ülését. 2019 éves költségvetést most tárgyatok épp az imént, ebből adódóan nyilván a 2019 is előzetesen nagyon jónak ígérkezik. Önkormányzati tagsággal egyeztetve viszont azt gondoltuk, hogy az idén egy nagyon pici áldozatot hozunk, és minden település néhány pár százezer forinttal hozzájárul az intézményünk működéséhez, ezáltal egyfővel tudjuk bővíteni a családsegítő szolgálatot, és azt gondoljuk, hogy ennek a szakmai kihívásnak eleget kell, hogy tudjunk tenni, és nyilván ez a kevéske hozzájárulás megteremti ennek a fedezetét. Pintér Szilárd, a társulás elnöke elmondta, a tavalyi feladat alapú finanszírozás megoldotta azokat a kihívásokat, amik elé a társulás állt. Az önkormányzatnak a tagdíjon felül más hozzájárulást meg kellett fizetnie a közös kasszába. A segítőkéz alapszolgáltató intézmény tavalyi éves beszámolója is napirenden volt az ülésen. 2016. január 1-én 12 település, Attala, Csibrák, Csikostöttös, Dalmad, Döbrököz, Gyulai, Jágónak, Kapospula, Kaposszegcső, Kocsola, Kurt megalakította a Kaposmenti Segítőkéz Alapszolgáltató Intézmény. Ez ugye azt jelenti, kettő szolgáltatást működtetünk, az egyik a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a házi segítségnyújtás szolgáltatás. Ezt a funkciót most már 3 éve töltjük be a kistérségen. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól beépültünk a települések életébe, ahol tudunk és ahol szükség van rá. Segítünk, ugye a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás a rászoruló családoknak, gyermekeknek nyújt segítséget, a házi segítségnyújtás pedig a településen élő általában időseknek segít a hétköznapjaikban. Financiálisan és szakmailag egyaránt úgy érzem, hogy jól teljesítettünk. A házi segítségnyújtás zárása a december 31-i állapot szerint 86 gondozottat láttunk el, gyermekjóléti, illetve családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában pedig szintén olyan közel 90 személy az, akinek segítséget nyújtunk. Megvannak már, gondolom megvannak már a tervek is az idei esztendőre, hogy mi az a kvóta, lehet ilyen csúnyán fogalmazni, amit teljesítenétek. Hát igen, ezt a szociális szolgáltatások vonatkozásában nagyon nehéz így kijelenteni. Ugye célunk az, hogy minél több családnak, minél több rászorulónak nyújtsunk szakmai segítséget. Ez ugye természetesen jelenthetni azt, hogy csökken az ellátotti létszám. Ez nem így történik, sőt általában növekszik, hiszen ahogy megismernek minket, megismerik a segítő tevékenységünket, egyre többen fordulnak hozzánk. Ilyen előirányzott kvóta nincs nálunk. Akinek tudunk, aki hozzánk fordul, segítünk nekik. Jelenleg zajlik a faluszépítés LEADER módra pályázatok beérkezett hiánypótlásainak feldolgozása is. A Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség a LEADER források lehívására alakult akciócsoport. Gyakorlatilag 2007-től már működünk, és a 2014-20-as pályázati ciklusban is a vidéki fejlesztési források koordinálását végezzük a Ponyhád és Dombóvári térség 10 000 fő alatti településein. A tavalyiben indult a LEADER pályázatok benyújtásának lehetősége, és le is zárult egyben. Összesen, ami az önkormányzatokat érintheti, 36 település önkormányzat tartozik az akciócsoporthoz, és ebből 35 nyújtott be pályázatot. Most az ügyintézési szakaszban vagyunk, hiánypótlások ügyintézése zajlik, úgyhogy remélhetőleg biztató híreket tudunk az önkormányzatoknak közölni, hogy hamarosan támogatói döntések is születnek a pályázatok kapcsán. Összességében az önkormányzatokat érintő fejlesztésekre 144 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Erre tudtak az önkormányzatok pályázatonként 4 millió forintos támogatási összeget igényelni. Település szépítésre, fejlesztésre, különböző beruházásokra. Ezek a különböző beruházások és fejlesztések mit is takarhatnak? Hát ilyen apró cseprő fejlesztések férnek ebbe az összegbe bele, tehát játszótérfejlesztés, fitnesspark,
járda felújítás, közösségi épületek felújítása volt, ami jellemzően beérkezett, mint pályázati igény. A támogatási összeg az 75-95% között volt, és körülbelül ehhez mérten tervezték az önkormányzatok a beruházást, tehát ilyen 5-6 millió forintos projektek érkeztek be hozzánk. A helyi bírálóbizottsági döntés márciusra várható. Az átlagnál jobb fizikummal kell rendelkeznie annak, aki a tűzoltópályát választja. Az alkalmassági vizsgán nem elég átmenni, meg is kell tudni őrizni a fizikai erőllétet, hiszen csak a tűzoltók bevetési ruhája 30 kg-os, és akkor még nem is beszéltünk a több órás oltásokról. Mindhárom Tolna megyei hivatásos tűzoltóságon kialakítottak konditermet, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a tűzoltók meg tudják őrizni fizikai erőllétüket. A dombovári edzőterem a közelmúltban bővült egy új evezős ergométerrel. Napokig izdott az 1600 szalmabála, ami két éve nyáron gyulladt ki Paks mellett. Az ilyen tüzeket nem könnyű eloltani, van, hogy napokig elhúzódhat a munka. Többek között ezért szükséges a fizikai erőnlét a tűzoltói munkához, amit rendszeres edzéssel érnek el. Itt a dombóvári tűzoltóság konditermében is nagy a forgalom délutánonként. Az 5 éve tűzoltóként dolgozó Nagy Kornél éppen azt az evezőgépet próbálja ki, amit a közelmúltban kapott a tűzoltóság. Azt mondja, minden szolgálatban meglátogatja a termet, és másfél órát edz vagy fut egyet a tűzoltóság melletti pályán. Számos kár esetnél szükségünk van a fizikai képességeinkre. Például az egyenruhánk is közel 30 kg. Eleve azt cipelni is egyszerű, főleg, hogyha föl kell menni valami nagyobb dombra, vagy akár a negyedik emeletre létrát mászni, illetve van, hogy több órán keresztül kell fizikailag dolgoznunk. Igyekszem minden szolgálatban edzeni valamit, legalább egy órát, másfél órát. Időjárás függő is, hogyha jó idő van, akkor sokat szoktam futni is, illetve itt az edzőteremben különböző gépekkel, illetve súlyzókkal, illetve szabad testsúlyjal is szoktam edzeni. Most kaptunk egy ergométeres gépet, a Concept 2 evezőgépet. Ezt most elég sokat használjuk, hiszen március 9-én lesz egy evezőverseny, amire én személy szerint készülök. Rendszeresen sportolok a magánéletben is, és amikor szolgálatban vagyunk, akkor természetesen kihasználjuk az itteni lehetőségeket. Konditerem, kinti futópálya, van egy kinti szabadtér, ilyen kis húzóckodós, kinti erőlétfejlesztő. A futást azt majdnem minden szolgálatban megtesszük, konditeremet azt ritkábban használom. Ezzel ilyen szériákat csinálok most, 5x-6x 15-20 darabot, amennyi éppen sikerül. A dombovári konditermet 2014-ben újították fel, és azóta minden évben vesznek ide új eszközöket. Az itt dolgozó 54 tűzoltó rendszeresen használja a konditermet és a szabadtéri eszközöket is, mondja a tűzoltó parancsnok helyettes. Mindhárom Tolna megyei hivatásos tűzoltóságon kialakítottak konditermet, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a tűzoltók meg tudják őrizni fizikai erőnlétüket. Ez a konditerem már régebb volt a beavatkozó tűzoltók részére rendelkezésére áll. Néhány év alatt további fejlesztéseket sikerült kieszközölni a Tolna megyei katasztrófa igazgatóság segítségével. Az elmúlt évek alatt 2014-ben történt egy korszerűsítés, egy nagyobb felújítás itt a teremben. Akkor a régebbi gépeket tudtuk elhelyezni, illetve az elmúlt évek során, ahogy láthatják, egy univerzális erőfejlesztőgép került beszerzésre, valamint egy ergométeres, Concept 2 típusú evezőgép, ami országos szinten, illetve nemzetközi szinten is az egyik legelterjedtebb típusa ennek a berendezésnek. A sportolás egyrészt hivatásuknak tekintik mind a fiúk a tűzoltói munkájukat, illetve az életmód változtatás, szinten tartás miatt is komoly sportolási tréningeken vesznek részt, készülnek versenyekre. Hogy valaki hivatásos tűzoltó lehessen, egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálaton kell túlesnie. A pszichológiai alkalmasságra azért van szükség, mert a tűzoltóknak egyes esetekben olyan dolgokkal kell szembesülniük, ami megviselheti őket érzelmileg, és jelentős mentális terhet is jelenthet.
fizikai feltételeknek pedig azért kell megfelelni, mert erre a mindennapi munkáink során szükség van. Nem elég az, hogy valaki megfeleljen a felvételi eljárás során ezeknek a feltételeknek, hanem ezt a munkájuk során meg is kell tartaniuk. Tolna megyében 3 hivatásos tűzoltóparancsnokság van, és mindhárom hivatásos tűzoltóparancsnokságon van konditerem, így a feltételek adottak ahhoz, hogy a fizikai erőnlétüket meg tudják őrizni. Évente 2300 madarat ment a Hortobágyi Madárkórház hazánkban, Magyarországon 200 önkéntes segíti a munkájukat. Kurdona, Madárkórház alapítója és vezetője, Déri János állatorvos tartott előadást. Megtelt érdeklődő fiatalokkal a kurdi művelődési ház. Nem akármilyen vendéget fogadott a település. Déri János a Hortobágyi Madárkórház alapítója. Országosan mintegy 200 önkéntes segíti a munkájukat. Itt ezen a környéken is, Kaposváron konkrétan van egy olyan mentőállomásunk, ahol a környezetben, tehát akár több megyében összegyűlt madarakat begyűjti, kezeli, elsősegélyben részesíti, és ha szükséges, amikor járok erre, akkor magammal tudom vinni, és ilyen az országban számtalan, tehát több mint 200 önkéntesünk van, akik már jártak nálunk, vagy egy olyan képzésen vettek részt, amiben ezeket az alapvető tudnivalókat elsajtottak, és megbízunk bennük annyira, hogy tudjuk, hogy A pontból B pontba ő rájuk lehet bízni a szállítás vagy a madár kezelését, és ez országosan, mondhatom azt, hogy minden megyében működik. Madárkórház, amikor kimondom ezt a szót, kicsit olyan, mint hogy újra gyerek lennék, és egy mesekönyvbe csöppennék. Hol kezdődik a Madárkórház, a Hortobágyi Madárkórháznak a története? Hát majdnem a diplomám megszerzésével egy időben, hiszen 84 karácsonyán kerültem Hortobágyra, és még azon a télen már érkezett az első betegünk, egy egerészszőjv, ami után akkor még a padláson, a konyhaasztalon műtöttük, meg a padláson tartottuk tavaszig, amikor egy sikeres szányműtét után gyógyultan távozhatott. Ezt követte azután 91-ben már a Hortobágyi Nemzeti Park felkérésére a ma is működő góroési ragadozómadár rehabilitáló stációs állomásnak az állatorvosi feladatainak a végzése. Ezzel megbíztak, ezt körül majdnem 10 évig végeztük ott, de beköltöztettük az intenzív osztályát a hortobágyi lakásomra, mert annyira kinn a pusztában, ahol ez a tevékenység ott a madarak számára teljesen tökéletesen vadmadarakról lévén szó megfelelő hely volt, de az állatorvosnak a kiárogatása abban az időben még terepjáróval is nagyon nehéz Hortobágyon közlekedni terepen téli fagyos jeges, meg őszi, tavaszi, sáros időszakban. Úgyhogy behoztuk a lakásomhoz az intenzív osztályt, és amikor megtelt vele a lakás, a garázs, a kert, akkor úgy javasolta az akkori igazgatója Nemzeti Parknak, hogy hozzunk létre egy alapítványt, és mivel ez már többbe került, már a kötszer többbe került, mint amit a Nemzeti Park tudott akkor erre a tevékenységre fordítani, akkor próbáltunk a minisztériumtól pályázati úton forráshoz jutni, és ez 1999-ben volt, Hortobágyon ma is működik lakásom szomszédságában a Madárkórház, amelyet 2006-tól egy madárparkkal, egy uniós támogatás segítségével madárparkkal mutatjuk be a tevékenységet, amiben azóta már mondhatom azt, hogy tényleg országosan több mint 100-an, több mint 200 önkéntesünk vesz részt tevőlegesen, és a látogatók, akik eljönnek hozzánk, mert ez egy nyilt bemutatóhely ennek a tevékenységnek, évi 20-30 ezer látogatót várunk, és hát ők közülük kerülnek ki azok a segítőink, akikre számíthatunk. A legtöbb madárbaleset a modern élet egyre nagyobb térnyerése okozza. Tudtuk meg az állatorvostól. 1200-1300 madár kerül a kórházba
évente, de ahogy mondtam, országosan több mint 2000 madárról gondoskodunk. Na most ezek között nagyobb részt védettek vannak, hiszen a madarak nagyobb része védett. Kivéve a vadászható fácán, a tőkés réce, és persze a galamb, amelyik amolyan senki, avagy mindenki gazdája madár. Majdnem kizárólag az emberi civilizációnak a jelenléte a természetben az okozza a madaraknak az összes problémáját. Ezek a országúti balesetek, az üvegfelületeknek való repülés, az áramütés, mérgezés, lelövés, ezek mind olyan dolgok, amelyekhez a madarak a természetben az akár több mint 100 millió éven át tartó evolúciók során nem tudtak találkozni, nem tudott genetikai rögzülni a vörös vércsében az, hogy ne szálljon villanyoszlopra. Vagy mit tudom én, az autó gyorsabban jön, mint ő gondolná. Ugye? Vagy akár vannak nálunk is most már a szélerőművek, azok a nagy forgó lapátok, amelyeknek a kerületi sebessége 200-300 km per óra. Tehát a sasamkor úgy gondolja, hogy el tud repülni közte, rosszul gondolja, mert ketté vágja a lapát. Tehát ilyenek miatt sérülnek a madarak, amit egymásnak okoznak, olyan is van, tehát került most hozzánk rétisas revírharc közben a hímek, ugye ilyenkor megküzdenek, és akár halálos is lehet ennek a kimenetele, de nagyon-nagyon ritka, amikor ilyen baleset is sérült madár kerül hozzánk. 84 óta talán önöknek van a legnagyobb rálátás országos szinten, hogy mi történik itt a madarakkal és a madárvédelemmel. Megsokszorozódott az utóbbi évtizedekben a madár balesetek, madár sérüléseknek a száma abból kifolyólag, amit ugye az előbb említett? Ahogyan az országutakon a forgalom is megsokszorozódott. Tehát ahogy a vasúti szállításról inkább a kamionos szállítás került előtérbe, ez mondhatom azt, hogy nem is megtizedeli, megfelezi bizonyos madárfajoknak a létszámát. Gondolok itt a gyöngybaglyokra, amelyek valamilyen oknál fogva bizonyos útszakaszokon nagyon komolyan veszélyeztetve vannak. Tehát mondhatom azt, hogy ott az Alföldön egy 100 kilométeres útszakaszon több gyöngybaglyot ütnek el, mint amit gondoltuk az egész országos állománynak. Tehát vannak ilyen részei is, és sajnálatos módon a mérgezések, amelyekre úgy gondolnánk, hogy be van tiltva egész Európában. Még nem is lehet kapni azokat a szereket, de mégis van. És az áramütés, ami korábban is ugyanennyi volt, mint most, az a sajnálatos, hogy ugyanannyi áldozatot szed, mint korábban, pedig lenne a áramszolgáltatónak erre kerete, pénze, és hát sajnálatos, hogy Magyarország mi nem tartott, mint akár a környező államok, ahol erre jobban odafigyelnek. Ha sérült madarat látunk, a legfontosabb, hogy ne hagyjuk ott, mert mire a szakszerű segítség megérkezne, a madár megpróbál elbújni, ezután már kevés esély van arra, hogy megtalálják. A népszerű Holló együttes szórakoztatta új műsorával a csikós töttösi gyerekeket. Az interaktív elemeket is tartalmazó program nem csak a kicsiket, hanem az őket kísérő felnőtteket is elvarázsolta. Egy sikerélmény most már előbb lesz szám! Dolgozni nem akar, csöcsöt se nyelhet. Móka, nóta, versek és kacagás. Ez jellemzi a közel 35 esztendeje muzsikáló Holló együttes minden gyerek programja. A kicsik azonnal részesei lesznek az előadásnak, és mint egy negyedik tag tapsolnak, miközben észrevétlen tanulnak is. A pedagógusok szerint nagy segítség az oktatásban egy-egy ilyen előadás. A közösséget összehozza, mint látták, hogy nagyon sok felnőtt, szülő, nagymama, kis testvér is eljött, és nagyon jól éreztük magunkat, és a vidámságot, a hangulatot tudtuk belevarázsolni, amit tulajdonképpen a tanórákon is kellene mindig adnunk a gyerekeknek, hogy a gyönyörű mosoly, a fényes csillagot tekintet lássék minden gyermeken, mert vidám és boldog. Az van, hogy egyrészt
kell újabbakat kitalálni, másrészt az sem egy hátrány, hogyha a régieket újabb és újabb magasságokon játsszuk el, mert mondjuk a szeptember végén nem biztos, hogy lehet jobb verset kitalálni, de meg lehet próbálni esetleg úgy elmondani, ahogy Latinovics, vagy ez azt csak meg lehet közelíteni. Tehát a legjobban bevált dolgokat nem biztos, hogy le lehet cserélni, de akkor is lehet új módon, új játékkal, új körítéssel, új bevezetéssel, és persze új nézőközönséggel. 35 éve egy kicsit visszafogottabbak voltak, kicsit megilletődöttebbek, nagyobb respekttel, hogy hívják, de ugyanúgy lázba jöttek. Talán egy-két számmal későbben. Most gyorsabban benne vannak a hogy hívják be a buliba. Ha régen élveztem, most ezerszer élvezem, ha régen szerettem, akkor most 10000-szer szeretem, és most már lassan kezdem tudni is. Kacsa mondja! Kacsa mondja! Kacsa mondja! Kacsa mondja! Ismerted a dalokat, amik voltak? Hát nem mindegyiket, de ismertem a legtöbbjét. Mikkel lesztél legjobban? A tapsolást. Neked mi tetszett? Az egész dal, és a játékok is. Nekem is. Az egész dal és a játékok. A Holló nagy tapasztalatokkal bír arról, hogyan lehet tűzbe hozni az apróságokat. Az elmúlt évtizedek alatt a gyerekek megváltoztak, de a zene mindig eléri a kellő hatást. Megnyugtató, hogy a virtuális világ csecsebecsei mellett az élő zene és a versek még mindig tudnak hatni. Azok a dalok, melyek ezeknek a gyerekeknek a szüleik korában is ismertek és szeretettek voltak, ma sem mondtak csődöt. Amíg a gyerekek mosolya kellő hajtóerő lesz, addig a Holló is elénekel majd még néhány szót, hogy Paffa bűvös sárkány senkitől sem félt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!